Sziasztok, ez itt a Blockchain Bloom Hungary, a blockchain tudásforrás. Én Pincke Attila vagyok, és a mai videóban arról fogok beszélni, hogy az NYDIG, ami nem más, mint a New York Digital Investment Group, karöltve az FIS-szel, micsoda rövidítések mi, ami a Fidelity National Information and Services, szóval ők lehetővé teszik a bankoknak, hogy bizony, kriptót tudjanak az ügyfeleiknek úgy felajánlani, hogy az ügyfelek tudjanak kriptót venni, eladni, avagy tárolni. És ez állítólag az Egyesült Államokban lévő bankokra vonatkozik, ha ők pedig élnek a lehetőséggel, akkor ez pár hónap múlva már élesben mehet, ami hatalmas lendületet adhat a piacnak. De elmondom majd, hogy miért. Aztán a második hír arról szól, hogy az ING azt mondta, hogy maga a DeFi az még jobban bezavarít a bankoknak, mint a Bitcoin maga. Tehát kicsit beszéljünk a DeFi-ról és a cfi ről tehát a decentralizált pénzügyi rendszerről, amit az új dolog, és ugye a centralizált pénzügyi rendszerről, amiben ugye egyébként most vagyunk. Valamint a harmadik dolog, amiről beszélnünk kell, ez nem más, mint a Dogecoin, ugyanis egy kutatás szerint négyből egy ember, ezt a kutatást Amerikában végezték, tehát az amerikai rakról van, úgy gondolja, hogy a Dogecoin lehet az új bitcoin, és hát ez egy kicsit azért ijesztő, de ilyesmi van a köztudatban. Nos, ezekről lesz a mai videóban, és természetesen jönnek majd a kérdések, és azokra a válaszok videó második felében. Ha pedig te is szeretnél csatlakozni ehhez a táborhoz, ahol már több mint 13 ezer van feliratkozva, tehát arról beszélek, hogy Blockchain Bloom Hungary itt a YouTube-on, akkor hajrá, ugyanis... Ha szeretnéd megkapni minden hétköznap a legfrissebb kriptolót és blokklánc híreket, szeretnéd megérteni a piacot, látni a mozgásokat, mit miért történik, kérdést föltenni és az arra választ is szeretnél ugye kapni, hiszen van ez a kérdezfelelek rovat a videó végén. Nem kell más tenned, mint hogy csatlakozol ez a nagyon-nagyon dinamikusan növő közösséghez, hiszen én minden hétköznap, hétfőtől például minden nap hozom neked a legfrissebb infokat. Föliratkozol, megnyomod a csengétyűt és az összes gombra rákattintasz, vagy ól, angolul és akkor bizony, e, már itt is vagy, és mindig megkapod az értesítést, ahogy fölkerül az új videó. Jó? Ilyen egyszerű. Ha új vagy, ne felejtsd el letölteni. Teljesen ingyenes. Azt a képzést, aminek az a címe, hogy mindent, amit. Hogyan kezdjünk neki bitcoinba és más kriptovalutába történő befektetéshez. Tehát ez az ingyenes képzés, és ebben nagyon sok hasznos infó van neked, hogy átlásd egy kicsit, miket kell csinálni az elején, hogy ne tudjanak megvezetni, ne tudják olyan könnyen ellopni a kriptódat, hiszen ez egy új digitális világ. A jó is benne ez, meg a rossz is. Tehát a jó az, hogy te felelsz mindenért, és te tartod a kezedbe a gyeplőt. Igen ám, de te felelsz mindenért. Ezzel elmondtam a másik oldalt is. A másik kurzus, amit mondom, hogy minden, amit a blokklánc és a bitcoinról tudni érdemes. Szóval, aki mondjuk kriptóba fektetne, az egy alap, hogy azzal a tudással, ami abban a kurzusban van, azzal mindenképpen rendelkezzen. Különben nem tudod, hogy miért teszel bitcoinba, miért hiszel te a blokkláncba. Szedd össze-vissza az információt, ahogy szeretnéd, de ha sz nincs időd, mert látod, hogy dübörög a pikapi, és szeretnéd megérteni ezt az egész koncepciót, ami itt van, akkor én 30 leckében lényegre törően összeraktam neked ez a kurzus is elérhető. Link meg van a videó alatt, és számos más hasznos dolog, úgy, mint a Patreon csoport is, ahol egyébként tudsz tőlem ott személyesen minden nap kérdezni, minden tagnak megvan arra a lehetősége, és én válaszolok akkor ezekre a dolgokra. Ma is fog fölkerülni, héten egy kicsit megcsúsztam, de amit tartom, hogy ezen a héten is fölkerüljön az oktató videó. Most a Kraken váltót szeretném majd egyébként bemutatni, és már a kraken csináltam hozzá egy linket, azt mindenképpen be fogom tenni a jövőben ide a videók alá, hiszen van már Binance link, Coinbase link, Kraken link, tehát hogy a lehetőségeid meglegyenek, hiszen ez is egy komoly kriptovaluta váltó, valamint ma fog fölkerülni szintén a heti elemzés, tehát a blokklánc adatok alapján, hogy alakul a piac, hogyan mozognak a dolgok, ez minden héten fönt van a PTO csoportban, de vannak altcoin elemzések is mennek fölfele, és itt tovább, és így tovább. Tehát a komolyan dolog, érdekel a dolog, akkor legyél VIP tagot, és akkor nagyon sok plusz információhoz még hozzá tudsz jutni. Na, Jöjjön akkor a piaci áttekintés. Bitcoin 56.477 dolláron, ez egy 1,26%-os csökkenés az elmúlt 24 órában. Aztán Ethereum is most egy kicsit oldal az 3.464 dollár. Ha megnézzük a nyerteseket, ott már elég szép számokat láthatunk, hiszen Quantum 74%-ot 24 óra ment föl, Bitcoin Diamond 62-t, Ethereum Classic 45 iOS 33-at, hát nézzétek meg, ez micsoda növekedés itt, és ha megnézzük a veszteseket, igazán el fognak törpülni, Bitcoin Gold 13%, OKB 11, Telcoin, na de könyörgöm, mekkorát ment hét nap alatt, most 11%-ot esik, szóval lényeg az, hogy megint az altcoinok -ok nagyon szépen mennek, így átlagban a Bitcoin, és most meg kicsit a, a mai nap folyamán, vagy tegnap is egy kicsit az Ethereum inkább oldalazó manővereket végez, Teret adva ezzel a kisebb altcoinoknak, hogy megmutassák erejüket és tudjanak növekedni. Na, de akkor most menjünk át az első híre. Az pedig ugye nem más, mint mondtam, hogy az NYDIG és az FIS karöltve megalkotta azt, hogy a bankok az Egyesült Államokban az ügyfeleiknek tudják biztosítani, hogy azok tudjanak kriptót venni, eladni, tartani. Na beszéljünk erről. Most már ugye oda nőtte ki magát a kriptózás, és ugye ezzel a bitcoinnal az élen, hiszen annak van mindig a legnagyobb publicitás, hogy mi történik éppen a bitcoinban, azt írják meg az újságok. Szóval oda nőtte ki magát, hogy a bankok úgy vannak vele, hogy most ebben már részt kéne venni. Ugyanis napról napra azzal szembesülnek, hogy van az embereknek a bankszámlája, és ugye ők látják, hogy hova mennek az utalások és hatalmas mennyiségű pénzek mennek a sima fiat bankszámlákról a különböző kriptovaluta váltókra. Binance, Coinbase, és azt látják, hogy hát az ügyfelek lapátolják ki tőlünk a pénzt, és miért? Hogy kriptót vegyenek. Szóval igazából a bankok egy olyan szorult helyzetben vannak, hogy rá vannak arra kényszerítve, hogy ha nem is akarták ezt eredetileg, de ha nem akarnak a buliból kimaradni, akarnak egy jó kis szeretet a tortából, és minél később kezdik el, annál kisebb lesz az a szeret, akkor azt mondják, hogy jó, akkor én is nyújtok az ügyfeleknek kriptószolgáltatást. Vegyél nálam, és akkor minden marad a szokásos, biztonságos banki keretek között, amit megszoktál, hiszen évek óta már az ügyfelem vagy, és még erre is adok neked akkor lehetőséget, mit szólsz hozzá, ugye? Hangzik a bank ajánlata. Na, és akkor itt van ez a cikk. Mi szerint, amit mondtam, hogy a New York Digital Investment Group, ugye ez az NYDIG, és a Fidelity National Information Services, ami az FIS, ugye lehetővé teszi a bankoknak, hogy, amit mondtam, hogy a kliensek ugye, vegyenek, eladjanak, hogy egy, egy, egyáltalán tartsanak bitcoint. És állítólag, ha a bankok erre igényt tartanak, és hát úgy néz ki, hogy megvan bőven az igény, akkor ez akár pár hónap alatt megvalósulhat. Tehát technikailag ezt lehetővé tették, és ugye itt van, hogy a, a, az a FIS, ugye ő részükről van egy ilyen felhasználó barát, barát öm, applikáció, Digital One Mobile App, valamint az NYDIG részéről pedig ott van a, hogy a tárolás a kriptóval és a, a kereskedések kapcsolatos dolgok, tehát így fogtak ők össze. És hát igen, tehát itt az a cikk is azt írja, hogy igazából pont itt van erről szó, hogy meg vannak szorulva a bankok, hiszen látják azt, hogy milyen pénz áramlik ki egyébként tőlük, és igazából nem arról van szó, hogy, hogy van választási lehetőségük, hogyha meg szeretnék tartani a klienseknek a pénzét, akkor bizony lépni kell egyébként ö, valamilyen irányban. Irányba. Arról nem beszélve, hogyha ez akkor összejön, akkor az emberek ö, kis mennyiségben is tudnak természetesen igazából tehát szatosít venni, hogyha nem bitcoin, mert tudjuk ugye, hogy a, nem tudjuk, mind elmondom, szóval a lényeg az, hogy egy bitcoin a 100 millió szatosi, tehát ez a bitcoinnak a fillérje, vagy centje, vagy nem tudom, én, hogy hívjon, tehát hogy a, a kisebb mennyiség. Vannak olyan -e emberek, tudom, akik úgy gondolják, hogy csak egy bitcoint lehet majd venni, és hát ó, oh, azt már rég elment ez a vonat, ezt már nem tudom megvenni. Nem, tehát nyugodtan, nagyon pici töredékét meg tudod ugyanúgy vásárolni, ezt szatosinak hívják. És ugye a bankok eddig főleg az intézményi befektetőre gondolnak. És hát mi van a kis kisemberrel? A kisemberen mindig az van, hogy hát nem tudok részt venni a nagyok játékában. Igen ám de hogyha ez a lehetőség most akkor megszületik, akkor a kisember, az átlagember, a kisbefektető is tud kis pénzből a bankon keresztül kriptóval fektetni. Most persze fölmerül a kérdés régi kriptósok részéről, hogy ennek most egyébként mi értelme? Az egész kriptót azért csináljuk, hogy végre ezeket a bankokat kikerüljük. Igen ám, de nem mindenki így gondolkodik, hiszen sokan vannak úgy, akik hallják, hogy blokklánc, kriptovaluta váltó, hacker támadások, Ej, á, jó lenne ebben részt venni, de, 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 nem merek. És akkor azt mondja a bankja, akivel egyébként is, amiben már egyébként is évek óta együtt dolgozik, megszokta, hogy oda a fizetése, akkor a bankkártyával fizet, és így tovább, és így tovább. Tehát akik a technikai újdonságra kevésbé e, nyitott személyisége vannak megáldva, akkor a bank jön a üdvözlő levél majd, hogy ú, uh, nálunk is vásárolhatsz már bitcoint. Akarsz észre venni, menne? Nagyon egyszerű, mi vigyázunk is rá. Azt mondja, hogy hát igen, az újságban hallottam, hogy tök jó ez a bitcoin, meg, meg vagy nagyon meg gazdagodni. Nem nagyon mertem ebbe belevágni, de ha hát a bankom azt mondja, hogy és, és ő vállalja is lényegében itt az egésznek a lebonyolítását, csak azt kell mondanom, hogy van egy számlám, és akkor abból vegyünk. Ilyen egyszerű legyen a művelet, akkor annyi lesz, hogy jó, csináljuk. És igazából ez jó tesz a bitcoinnak abban az értelemben, hogy még több ember elkezdi majd valamilyen formában, kriptót használni, vagy ugye ő is befektet, vagy utána el tudja adni, tudja tárolni, és nyilván a bankok majd szépen lefölözik, a, ahogy csinálják eddig a, a díjakat, hogy nekik is megéri a buli, de ugyanakkor az az átlag ember, aki nem szeretné magát belevetni ezekbe a technikai dolgokba, különböző hardveres tárolásokba, és egyébként is, őnek ez egy remek lehetőség lesz. És igazából a lényeg az, hogy egyre népszerűbb lesz a kriptó, ami összességében pedig jó dolog a kriptónak. Aztán lehet, hogy idővel, aki így ismerkedik meg a kriptóval a bankján keresztül, egyre bátrabb lesz, látja, hogy akkor ez tök jó, ez működik, és akkor lehet, hogy ezt fogja ahhoz vinni, hogy később a saját bankját megalapítván, ő majd kezelgeti a kriptóját valami kriptovaluta válton, de lehet, hogy ez volt a belépő hozzá. Szóval ez mindenképpen úgy gondolom, hogy egy klassz hír, és egy nagy erőrelépés lehet, és ha azt mondják, hogy ez hónapokon belül megvalósulhat, Hát akkor gondoljatok bele, az még bőven ez a bika piac lehet, és egy újabb lendületet is adhat neki. Szóval összességében ezek jó hírek. Na, aztán a következő hír, amivel foglalkozni szeretnék, <coughs> az nem más, mint hogy az ING azt mondta, hogy a DeFi az még ugye zavaróbb a bankok részére, mint a Bitcoin. Ugye most mi történik itt? CFI, DeFi. Na jó, beszéljünk erről egy kicsit, jó? Szóval a jelenlegi pénzügyi rendszerünk, ugye egy centralizált pénzügyi rendszer, ezt csúfoljuk cfi nak és ugye az új, a jövő, amelyre előre tekintünk, pedig egy decentralizált pénzügyi rendszer lehet, ami a DeFi. És gondoljunk bele, hogy jelen pillanatban ebben a felgyorsult világban igazából nonsens dolgok azok, hogy régebben még egy tranzakcióra is baromi sokat kellett várni. Na ezen már javítottak a bankok, ez már egy kicsit gyorsabb. Most ott tartunk, hogy banki nyitvatartási idő. Hát, 5 óra van, vagy már pénteken előbb is az ember odaér, hmm, becsuktuk kapuit, jó, most már nem tudsz itt igazából mit csinálni. Hétvégén szeretnél hitelt fölvenni, Elment az eszed, hát majd, hogyha kinyitottunk hétfőn is, akkor is már szépen bekerüljük az adatokat, majd akkor szépen átnézzük. Ez egy hosszú folyamat lesz, míg aztán jóvá hagyják, és így tovább, és így tovább. Megjelent a DeFi, a decentralizált pénzügyi rendszer, ami ezt lehetővé teszi neked a nap 24 órájában, a hét minden napján. Nincsen ehhez kötve. Tehát igazából, amit a bankok csinálnak, ez nem a megfelelő kiszolgálása a mostani igényeknek, hiszen egy fölgyorsult világban élünk, te online tudsz hétvégén is vásárolni, igaz, tudsz éjszaka is vásárolni, tehát egyre jobban ebbe az irányba megyünk, ugye ebben a digitális világban, és ilyen, hogy bezár, záróra legyen, ez, ez már a tőzsde is ott tart, hogy a, a, kriptóval ugye mindig lehet kereskedni. A tőzsdén ugye ott vannak abszolút, hogy ezek mikor van zárva, hétvégén, munkaszönti napokon. Maga az, hogy, hogy banki munkaszüneti napon, és akkor nem tudsz semmit csinálni. Tehát igazából előbb-utóbb ez nem lesz megengedhető. És arról nem beszélve, hogy ugye számos módon bizonyítani kell, hogy neked, neked miért járhat az a hitel, és akkor mindenféle papír, fizetési bizonylat, nem tudom, innen-onnan begyűjtve próbálod felmutatni. Ugyanakkor a DeFi területén olyan protokolok, mint például az AVE, egyébként ez a cikk, ami erről itt beszél, tehát az ABM, ami egy ilyen lending protokoll, tehát hogy kölcsön tudsz fölvenni, vagy éppenséggel te magad lehetsz a bank, élvezheted annak előnyeit, hogy te teszel likviditást abba a poolba, amiből mások fölvesznek hitelt, és te meg ezért cserébe ugye kapsz kamatot, tehát passzív jövedelmet lesz belőle, hogy igazából likviditást biztosítottál annak a poolnak. És ugye pontosan ezért úgy gondolja itt az ING szakértője, hogy a DeFi maga az még nagyobb veszély, mond a bankokra, mint a bitcoin. És ha belegondoltok, akkor azt mondják, hogy ezek tanulhatnak majd egymástól, tehát hogy akkor tök jó együtt tudunk majd dolgozni. Tehát mindenképpen a bankoknak valahogy a DeFi irányába valahogy egy kicsit nyitni kell, hiszen ebben a formában látni, hogy az emberek rálátnak, hogy ú, ezzel miket lehet megcsinálni, nem igazán maradhat a pénzügyi rendszer. És ezért van erre nagy, vannak nagy lehetőségek most itt a DeFi-ban. Természetesen ugye múlt nyáron volt a DeFi Summernek csúfolt, vagy elnevezett időszak, amikor mentek fel a DeFi projektek, nyilván utána bezuhantak, és most egy újabb lendületet kap, így azzal egy kicsit fölgyorsul az Ethereum blokkláncon is a tranzakció olcsóbbá válik, az utóbbi időben ebbe az irányba kezdtünk el tendálni, ugye a layer 2 megoldások hozhatnak egy átmeneti megoldást egészen addig, míg meg nem ellenindul véglegesen teljesen az Ethereum 2, és hiszen ezt azért mondom, mert hogy a DeFi projektnek többsége az Ethereum blokkláncra épül. Na, és pontosan ezért a DeFi egy újabb virágzását életi meg, vagy éli meg igazából mostanság is ugye élheti meg a közeljövőben is. Én mindenképpen számítok egy lufi pukkanásra itt is, hiszen gondoljatok bele, bármilyen nagy technológiai őrület, utána boldog-boldogtalan olyan projektet létrehoz, csinál valamit, benne van, de hát igazából csak egy része az, ami igazán stabil alapokon áll, és ilyen volt a dotcom lufi, ugye az internet ugye teljes virágkorát éri, jobban dübörög, mint valaha, és óriási fejlődésen ment keresztül, Dotcom uh, lufi kipukkanás ide vagy oda. De bizony volt egy időszak, amikor kicsit sok volt, és kicsit vissza kellett venni uh, az arcokból. Nos, a DeFi-nek is szerintem lesz egy ilyenje, tehát erre szerintem készüljünk fel. Itt most nem dátumoznék, hogy akkor mikor, hol, merre, meddig, de a lényeg az, hogy szerintem összességében egy idővel nyilván ezzel kell számolni, de ez jó szokott tenni, mert kicsit letisztítja a piacot, és akkor új, új erővel azok, amik tényleg erős projektek, azok megmaradnak, és akkor azok tudnak tovább szárnyalni. Szóval úgy gondolom, hogy a DeFi-ra mindenképpen szükség lehet, látok benne abszolút potenciált a jövőben, megmutatja az embereknek azt a lehetőséget, hogy hogyan lehet ezt csinálni. Ugye itt a rizikó is változik, tehát ugye még itt a, hogy a banknál ott van, hogy most akkor ott korrupció, meg nem tudom, meg, 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 meg csalás, meg centralizált rendszer. A DeFi-nél ugye technikai problémák lehetnek, tehát most igazán csak gyerekcipő jár ez az egész történet. És ha megnézzük, akkor bizony ezek a smart contractok, tehát okos szerződések, amiket előre vannak szépen megírva, de nagyon jól kell őket megírni, hogy ezek később jól tudják teljesíteni azokat a lépéseket, amik benne vannak, ugye ne nagyon hibázzanak, és itt azért még, még lehetnek problémák. De gondoljunk bele, évek alatt ez is szépen megerősödhet, tanul a különböző hibákból, hacker támadásokból, és akkor már egy komolyabb rendszer lesz emögött, nyilván idő kell hozzá. Tehát változnak a kockázatok, változnak, hogy, hogy, hogy miből áll az egész, de mindenképpen egy fejlődési folyamat, és egy biztos mindig a változás. Soha nem fog semmi úgy maradni örökré, mint ahogy van, és ez a digitális világ pedig igényli. Ez a felgyorsult világ, hogy Muszáj a bankoknak egyébként és a centralizált rendszereknek valami irányba lépni, mert mert így túl sokáig már nem fog tudni működni. Na, ja, és akkor nézzük meg, csak mondom, <coughs> itt a DeFi-ban, hogy már ugye itt a, a Ethereum hálózaton 76 milliárd dollár van bezárva a DeFi-ban. Micsoda növekedés? Hát nézzétek meg itt ezt a. a, a, a ó, rámegyek arra, kapjunk sokkot. Hát ez egy gyönyörű egyenes vonal most, és ha múlt év, kb. egy évet megyünk vissza, egy évvel ezelőtt, most csak kiválasztom, egy milliárd dollár. Egy évvel ezelőtt egy milliárd dollár volt bezárva, ha még jobban visszamennék konkrétan, még kevesebb, mondjuk így, hogy kevesebb mint egy milliárd dollár volt bezárva a DeFi-ba, mint területbe. Egy évvel később 76 milliárd. Akkor ez milyen növekedés? És ez még közel nem a jéghegy csúcsa. Még nagyon-nagyon hosszú út van, és azt hiszem ez mutatja erre való igényt. Na, szóval érdemes a szemünket rajta tartani ezen a területen. És akkor menjünk tovább, beszéljünk egy kicsit a dóskónyról, hiszen az amerikaiaknál csináltak egy kutatást, ami arra világított rá, hogy négyből egy ember úgy gondolja a megkérdezettekből, hogy a lehet az új bitcoin. Vannak azért ijesztő dolgok, nem? Tehát, hogy amikor azt mondják, hogy a Doge lehet az új ö, bitcoin, és hát akkor itt van a social media élén Elon musk és az egyéb hype ami ezt továbbra is erősíti. Nem tudunk igazából elmenni, most már a Dózs mellett nem lehet már komoly, komoly talannak venni. Már senki nem nevet a dogecoin az igazából jelen pillanatban, hiszen a negyedik legnagyobb kriptóvaluta kriptovaluta lett, és bizony, hogyha ezt nézzük, akkor közben itt meg akartam gyorsan keresni. Ezt nem töltöttem be. csak Kicsit lassú a Hol vagy Doge? Jó, most van egy kicsi, kicsi, korrekció is, de azért, azért, azért mindenképpen nézzük meg. Szóval jelenleg ugye 0,61 centen van a dózs, és hát ugye láttuk itt nagyon szépen ennél följebb is volt már. Nézzétek meg, tehát ez a fajta növekedés, ez az elmúlt 90 nap, és hát akkor odaig nem is kell visszamennünk, hanem igazából kb. egy hónapot megyünk vissza, amikor itt voltunk lent, és innen ment szépen fölfelé. Előre mondom, hogy szerintem csúnya lesz a bukás, de jelen pillanatban még abszolút dübörög az egész, és, és megy fölfelé a hype. Na és akkor itt van ez a cikk, ugye, ami erről beszél. Ezer embert kérdeztek meg, tehát nyilván ez egy reprezentatív minta, de az jött ki ebből, hogy négyből egy ember úgy gondolja, hogy tényleg ez a Dogecoin lehet az új, 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 bitcoin, új őrület, hiszen úgy gondolják, hogy a bitcoinban már akkor annyi nincsen, és akkor természetesen itt van a Joe, a, a Doge. És 2013-ben ez a Jackson Palmer nevű ember indította útjára a dolgot, és igazából annyi volt, hogy egy olyan fizetési rendszert akart, ami azonnali vicces, és még mentes a különböző ilyen hagyományos banki költségektől. És annó az volt, hogy a blokkidő egy perc alatt, egy perc volt, és az alatt 10.000 dóst kapott a bányász a mostani értéken 6.000 dollárt percenként a bányászásért, aztán emberünk Palmer maga kiszállt a projektből és a kriptóból is úgy, ahogy van 2015-ben, és itt hagyta ránk örökségét a dogecoin ami igazából önállóan életre kelt, és elkezdett uh, sokak kedvence lenni, a kutya nyilván óriási dobott ebben a buliban, és itt megmutatja a ez hogy a közösségi médiának köszönhető 33%-ban a dóskóynak a növekedése, aztán itt vannak a család és a barátok, hogy mindig lehet okolni a dolgokért, mert egy vasárnap évét keretében, azon kívül, hogy megbeszéljük, hogy milyen klasszul sikerült nagymamának az új sála, előjött a téma, miszerint dóskóint te már vettél, tehát ugye ez 21%, aztán itt van Elon Musk, akit euh, szerintem nagyban felelőssé lehet tenni, mert ő is a social médiával karöltve, hmm, hát bizony nagy eredményeket érte ezen a téren, tehát 17 százalék, <síns> és a social Media volt van még a TikTok és társai, aztán egyéb ilyen kriptó fórumok, 13 százalék és öm, egyéb felületek. Szóval lehet látni, hogy igazából Elon Musk és a család, na, őket kell jobban okolni a Dogecoin felemelkedéséért. Mondok ijesztő adatokat. Amikor megírták ezt a cikket, nyilván ez egy friss cikk, <coughs> akkor még 0,77-en volt a Dogecoin. Ez eredményezett egy 90 milliárdos piaci kapitalizációt. És ezt a piaci kapitalizációt nézzük, akkor ezáltal a Dogecoin, <coughs> ami tisztázzuk, egy viccnek jött létre, és emellett pedig um, igazából most már <coughs> még mindig az, de most már nem annyira nevetünk és ugye igazából semmi alapja nincs a, a működésének, annyi van, hogy, hogy, hogy van. Tehát fundamentálisan nem túl erős. Na, ez a bizonyos Dogecoin ezzel a piaci kapitalizációval nagyobb kapitalizáció van, mint a National Bank of Australia, tehát Ausztrália Nemzeti Bankja, az amerikai sörmárka, a Heineken, ennél is nagyobb. De tovább megyek, a Japán játékészítő Nintendo-nál is, és akkor a Bayereknek is letörjük a szarvát, a német autógyár, BMW, hát igen, náluk is, komolyabb és nagyobb jelen pillanatban a Dogecoin, ha ezt nézzük, és ez nagyon durva, hogy amikor azt mondjuk, hogy a kriptóban minden megtörténhet, azért működnek ebből a kriptó átverések is, mert az embereknek már semmi kapaszkodójuk nincs itt a kriptonba. Csak gondoljatok bele, Bitcoin. 2014-es, de 17-es bigapiac évelejét írunk. Januárban 1000 dollárba kerül egy bitcoin. Azt mondták, jó van, tegyünk bele, lesz, ami lesz. Eljutottunk novemberig 6000 dollár. Egy éven belül, 10 hónap alatt, üszkve 11, fölment 6 szorosára. És akkor novemberről, decemberre, egy hónapos időtartamról beszélünk, meg szépen 6 ről 20 ezerre. Hát persze, hogy senki nem tudta, hogy hol vegye ki, hiszen gondoljatok bele, nem igazán lehetett még tudni, hogy mi lesz ebből. Amikor ott állsz, hogy így napok alatt megy föl 6000ről ezerről 10, 000, 10 000. hát a 10 lett, lesz 12, lett 12, akkor lesz 15, mondtam, hogy lesz 15, hát 15, akkor 17 lesz. Ki neved? 17, mondtam, hogy 17, 20. Na így mentünk fölfele, és nyilván akinél 20 volt, azt mondta, hogy hát ha 20, akkor majd 25. És pontosan ezért volt egy pont, amikor akkor ennyi volt a de A kriptó tényleg olyan határokat feszeget, ami egyébként akik hozzászoktak a normál úgymond, emberi léptékekhez, ez igazából követhetetlen. Hát így jött a képbe a Dogecoin ezzel a piaci kapitalizációval, amit nem hiszel el, hogy tényleg nagyobb, mint a Nemzeti Ausztráliai Nemzeti Bank, vagy a Heineken, vagy a Nintendo, vagy a BMW. És igen. Jelen pillanatban ez a helyzet. Na, nem mindenki boldog, a kutatás azt is megmutatta, hogy 40 a a megkérdezetteknek igazából megbánta, hogy dósba fektetett. Nyilván ők voltak azok, akik utolsóként a metrón hagyott tegnapi újságban olvasták, hogy a dózskony csúcson van, futottak venni azonnal, ahogy tudtak, de hát ők voltak, akik a tetején sikerült bevásárolni, és akkor puff, utána jött az esés. Többször megfigyeltük, hogy miután egy csúcsot ment, utána simán 50%-ot, 40-50%-ot beesik a Dogecoin. Tehát erre mindenki készüljön fel lelkileg. Tök jó buli. Én azt mondom, hogy aki ebből profitot csinált, gratulálok. Nagyon érdekes, hogy azok, akik régóta vannak a kriptóba, és tényleg úgy komolyan veszik a dolgot, a többsége azoknak nem rendelkezik dogecoin de hogy ki kivásárolja ugye hangzik a kérdés. Hát azok vásárolják, akik újak, így most olvastak róla, és vannak őrültek, úgymond, akik mindent a dózra föltolnak, már hát külgazdagok leszünk. És igen, van egy réteg, erre épít az egész, aki tényleg nagyon durván keresett belőle, de megint a többség az lesz, aki á, nem szállok, á, nem szállok, nem, 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 jaj, megint ment, aj, ez csak fölmegy, á, nem szállok be, ú, nagyon, beszállok beszálltam, buktunk. Na, szóval lesz majd ilyen is bőven szerintem. Erre lelkileg készüljünk föl, de attól még lesz itt szerintem még dós őrület, lesz itt még olyan, amikor dós fölmegy. Egyre valószínűnek tartom, hogy ezt az egy dollárt is el fogja érni, hogyha ennek is sikerült, le fogja tolni a Binance-et, de készüljünk arra, hogy még esed is. De azt is tegyük hozzá, hogy e, aztán a kriptóban minden megtörténhet. Fennes ugye lehet, hogy előbb-utóbb, ha ekkorára fölnőtt, és most már valahol elfogadják fizetőeszközként is, lehet, hogy még ez is lehet belőle, hogy, hogy e, elkezdik forgatni. Dogecoin az új bitcoin, ez így megvan. Meglátjuk, lehet, hogy nem fog ezen annyira nevetni. Szóval <laughs> kíváncsi leszek. Na jó, ennyit a hírekről, és akkor jöjjenek a kérdések, azokra pedig tudjátok. Na válaszok. Aki kérdést akar föltenni, annak is megadom itt a lehetőséget. Nagyon egyszerű, a komment szekcióban a YouTube videó alá kell mindig az aktuális videó alá írni, a következő videóban pedig ezeket megválaszolom. Már nyilván nem azt a sok kérdés, mert tényleg 50, 60, 100, 120, nem tudom, ahány komment érkezik. ez egy külön ilyen 24 órás programot kéne csinálni, amit live, hogy folyamatosan csak kérdeztek, én meg ugye válaszolgatok. De a lényeg az, hogy ezekből szemezgetek, és akkor mindig hozok kérdéseket, ami több embernek hasznos lehet. Na, nézzük meg. Szokásos ivásom miatt nekivágok ennek a kérdésfelolvasásnak, eddigre pont teljesen kiszáradok. Na jó. Egyik, kár, hogy nem volt hír a magyar kriptó <coughs> aki valamelyik tokent volt a párszor és el is adott belőle. Tényleg volt egy ilyen magyar vonatkozású hír, és bár tudtam róla, de nem tartottam első körben annyira fontosnak, de hát igaza van, tényleg Magyarországon vagyunk, akkor választunk egy jó kis magyar hírt, és aki nem tudja, hogy miről van szó, na mindjárt beázumolok és sikerül, ennyi nekem nem kell, mondjuk így, hogy úgy, hogy ti is lássátok jobban. Szóval van egy 27 éves férfi, aki leleményes módon fölfedezett egy hibát, az Ethereum blokklánc alapú magyar fejlesztésű uh, kriptovaluta működésében, és ezt kihasználta bizony, ráugrott, és néhány óra alatt uh, a saját kriptójának mennyiségét uh, képes volt korlátozás nélkül megtöbbszörözni. És uh, így az eredeti rendelkezésáról 100 ezer kriptovaluta tokenből rövid időn belül 80 millió tokent hozott létre, és ezt követően pedig azt mondta, hogy akkor jó, akkor ezt eladjuk, és akkor szépen külföldi kriptovaluta váltókon tőzsdéken értékesítette. Nos, a vállalkozás ugye szép kis károkat szenvedett ennek hatására. 53 millió forint kár keletkezett és na, aztán megjelent a kiberbűnözés elleni főosztály nyomozó csapata, és azonosították az elkövetőt, lefoglalták a bűncselekményhez használt ugye, eszközöket, majd ugye ki is hallgatták a férfit, aki egyébként beismerő részletes vallomást tett, és így most állítólag már egy részét ezeknek a tokeneknek visszaállították, mint egy 27 millió forint összeg értékben. Szóval volt egy ilyen magyar vonatkozású leleményesség, azért ne felejtsük el megint, tehát blokklánc. Blokklánc, transzparens, le lehet követni a dolgokat, ne higgyünk abban, tehát nincs ilyen, hogy a bitcoin nem anonim, ezt is felejtsük el, tehát azért vannak olyan dolgok, amik, amik téfitekre adnak okot, és azt hiszik az emberek, hogy megússzák az ilyen dolgokat, mert hogy kriptó, de azért ez nem teljesen így van, itt van az éles példája, hogy azért nyakon lehet csípni az embereket. Na, szóval köszönöm szépen, hogy fölhívtad el ugye a figyelmet, hogy elsiklottam fölötte. Nyilván magára a kriptóvilágra nincs nagy hatással ez a hír, de nyilván magyar színes, friss, miért ne. Aztán, ú, mi is volt ez a hosszú? Nagyon jók a videóid. Na, köszönöm szépen. Olyan kérdésem lenne, hogy te milyen megoldással követed ja, a portfóliódat. És akkor itt részletesen leírta, hogy ezt, azt csinálsz, ezért nem működik, azért nem működik. Most arra vagyok kíváncsi, hogy én, nekem nagyon egyszerű van ez a e, Blockfolio applikáció, e, amit le tudsz tölteni a telefonodra, és a Blockfolio teljesen ingyenes. Annyi van, hogy én személy szerint nem szeretem összekapcsolni a különböző váltókkal, e, bár igazából csak arra a jogos újságot, hogy lássa az ott lévő dolgaidat, de igazából én a kriptomat különböző e, coldstorysokba tartom inkább, tehát válton nem nagyon, e, csak egy kisebb mennyiséget innentől kezdve én nekem a legegyszerűbb az, és nem fogjuk, egy daytrader teszem hozzá, hogy manuálisan csak azt az adatot kell bevinni, hogy mennyire vásároltad, és mekkora mennyiséget. Ezt a kettőt, ha ezt fölviszed, onnantól kezdve a blokkfóliónak, tehát úgy, mint a block, tehát mint a tömb, tehát a blokk, csak angolul block, és nem portfólió, hanem blokkfólió, így megtalálod egyébként egy ilyen fekete applikáció fehér benne, és ide manuálisan fölviszed, és így nagyon szépen tudod követni a kriptódnak a mozgását, tehát mindig tranzakciókat adhatsz hozzá, tehát ha nem egyszerre vetted meg, hanem három-négy lépésben vásárolt, akkor az szépen rendesen átlagolja, és meg azért fontos, hogy mennyire vetted, az fölvinni, mert onnantól nyomon követés mutatja, hogy te mennyire vagy pluszban, hány százalékban, avagy éppen mínuszban. És itt ugye kitért arra, hogy olyasmi kéne, ami a stake és farm megoldák, megoldáskor is nyomon követi. Én igazából most arról nem tudok, ami tényleg stake, farm, váltók, ledger, társai, mindent így lefedne. De hogyha van ilyen, akkor írjátok meg nyugodtan. De hogy én annyira nem farmolok, ezeket nem nagyon csinálom, így nem volt számomra annyira érdekes. Tehát nekem tökéletesen arra, amire én használom, arra jó a blogfólió. Na, aztán következő. Szia! Hogy lehet, ha a Coinbase-en átváltom a bitcoinomat stablecoinra, USDC? Akkor nem ugyanaz a coin price szerepel a tranzakciónál, mint amit az akkori jelenlegi árfolyam mutat. Ma 6 óra 1 perckor 41 ezer forint árfolyamnál, uh, brit accountom van, váltottam, de a tranzakcióm 40 607 font szerepelt, köszönöm. Szóval a lényeg az, hogy ha jól értem a kérdést, a a nak is van kilengése nyilván, ugye a dollárhoz van egyébként kötve, de azért picit mozog, tehát ilyen mikroszázalékokat, tehát nem tudom én, egy tizedeket és kevesebbeket. Tehát pontosan egy ilyennél okozhat egy ilyen nagyon-nagyon kis, akár egy százalékos eltérés is, egy, egy nagyobb különbséget, akár ilyet is. Tehát ez folyamatosan változhat, ha másnap belépsz, akkor is lehet látni, hogy a stablecoin-nak a dollárhoz mért ára lehet, hogy éppen picit, tehát ezek nem lesznek nagy különbségek. Nyilván minél nagyobb pénzed van benne, természetesen annál uh, ugye érezhetőbb ugye a, a, különbség, de ezzel hozzá kell szokni. Tehát stablecoin követi a dollár árfolyamát, de azon belül uh, változik természetesen, hogyha adnak függővényében, hogy éppen nagy mennyiségben úgy működik a piac, hogy eladják éppen, és mennek be a különböző kriptókba, vagy éppen pánik van, menekülés, és mindenki stablecoin-t vásárol, ez befolyásolja igazából ezt a mozgatást. Szóval szerintem ennek ilyen egyszerű egyébként az oka, ha jól értetem mindent. Na, ennyi lett volna akkor mára, hogyha... Még nem csatlakoztál. De tényleg, téged is érdekelnek ezek a napi kriptóhírek. Szeretnél napra kész lenni, szeretnél tudni, hogy mit miért történik, mi várható. Tényleg, hogy napra kész legyél. Ezt nem lehet tovább spirázni. Akkor legyél itt te is. Látjátok. Folyamatosan. Nem véletlen, hogy ilyen rövid időn belül, egy éven belül több mint 13 ezer követője van ennek a csatornának, és ilyen gigantikusan növekszik, mert sokan megtalálták a számításukat, te is legyél ennek a közösségnek a tagja. Feliratkozol, csengetjük, összes, már itt is vagy, nyomj egy lájkot, ha tényleg fontos neked ez a tartalom, azt köszönöm is ezáltal, azt is elősegített, hogy még több emberhez eljusson egyébként a hír, hiszen így terjeszti az igét a YouTube, tehát a lényeg az, hogy, hogy, ha itt vagy, az szerintem klassz. És ne hogy ma a Patreon csoportba teszem föl az újabb oktató videót, teszem föl a heti elemzést, nézzük meg egy kicsit, hogy hol tart az Ethereum, hogyan mozog a Bitcoin, mik várhatók, a blokklánc adatok mit mutatnak éppenséggel. Szóval a lényeg az, hogy nagyon sok információt ott is megtalálsz, és bármikor le lehet iratkozni egyébként a Patreon csoportról, csak havidíjak vannak, nincs kötöttség, nincs veszteni való igazából, és sok információ ott fönt van. Mindenkinek nagyon szép hétvégét kívánok, és hétfőn természetesen jövök vissza a legfrissebb kriptovaluta és blokklánc hírekkel. Szóval, sziasztok!